megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és megoszthatom önökkel egyfajta beszélgetés folytatásaként azt, hogy az éghajlati változási és vagy éghajlat változási kapcsolatos és fejlesztési kihívásokkal kapcsolatos történeteket. Ugye ez egy olyan terület, ami rendkívül széles körű, és ebben megvan a lehetőség arra, hogy hozzájáruljon az éghajlati migrációhoz. Pár évvel ezelőtt a Világbank egy tanulmányt indított, amely az alap mintákat kívánta feltárni, és ebben a kontextusban azt találtuk, hogy bizonyos forgatókönyvek mellett, hogyha a kibocsátás fennmarad, és egyenlőtlen a fejlődés, akkor az éghajlat országon belül nagyobb lépésben mozdíthatja elő a migrációt. És három területet, a szubszaharai Afrikát vettük, az az egyik, ez nagyon kiszolgáltatott, nem egyenlő a fejlesztés, és igazából emiatt komoly a kockázat, hogy az éghajlat miatti migráció nagyon megnő. És igazából én, amit most szeretnék mondani, az három olyan történet a területről, a terepről, amelyek segítségével gyakorlati módon lehet működni. Az első a Sahel területtel foglalkozik, ez félig termő terület, igazából állattenyésztést támogató közeg, és azok az állattenyésztők, akik az állataikat itt tenyésztik az éghajlatnak megfelelően, a víz elérhetőségének, meg a zöld területnek megfelelően mozognak helyről helyre. És ezt igazából látjuk, hogy az éghajlatváltozás komoly kihívást intéz az éghajlati csoportosulások, vagy az éghajlati minták kapcsán is. És igazából, ami az állattenyésztőket illeti, ahogy más helyre mennek, akkor az ott termesztőknek is le kell tudniuk aratni a terményüket, úgyhogy ez konfliktus eredményezhet. Úgyhogy az asszály, és persze a növekvő lakosság, és a határok növekvő védelme korlátozza a mozgásukat. És mi történik ebben az esetben? Egy ilyen esetben azt látjuk, hogy a mozgás szerves részét képezi az életüknek, és ez különösen nagy kihívást jelentett. Pár évvel korábban a Világbank egy regionális Sahel projektet indított, egy ilyen száheli állattenyésztői projektet, amely 6 országot fed le, Szenegáltól Mauritánián, Malin, Burkina Fazon, Nigeren és Csádon át. És több aspektust vettek szem elé. Az első, hogy hogyan tudják a természeti erőforrások kezelését a helyszínen segíteni. Azért, hogy jobbak legyenek a legelők, és jobb lehetőségek nyíljanak a mobilitásra. Ez a projekt lehetővé teszi azt, hogy 5 millió hektárnyi fenntartható legelő álljon rendelkezésre. Összesen 1400 kilométer hosszú emberi vetületű folyosót hozott létre, amelyen mozoghattak ezek az állattenyésztők, és vízpontokat is hoztak létre az állatoknak. A másik terület, amelyre próbálunk figyelni, az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni az állattenyésztési válságot, hogyan tudjuk megakadályozni ezt korai figyelmeztetési rendszerekkel, szatellitadatokkal, vagy meteorológiai adatokkal, annak érdekében, hogy a szélsőséges időjárási technológiák segítségével tudjuk tájékoztatni az állattenyésztőket, és számos olyan egyéb tevékenységünk van, amely a befogadó és az átmenetileg ott tartózkodó közösség együttműködését segíti, illetve a piaci hozzáféréshez való támogatást is kívánunk nyújtani, hogyan tudják a koordinációt javítani országokon belül és országokon átívelően. Ezek a fajta beavatkozások lehetővé teszik, hogy a mobilitást az adott régión belül előmozdítsuk, a megélhetésüket és a fenntartható állattenyésztést támogassuk, és hogy egyfajta
olyan megoldásokkal hozzunk elő, hozakodjunk elő, amelyek hosszú távon tartósnak bizonyulnak. Tehát igazából ezek alapvetően szerves részeit képezik az ilyen fajta állattenyésztési módszernek és az együttműködésnek a területen. A második példa, amit szerettem volna hozni önöknek, az egy olyan példa, amelyet mi a közösségek támogatásának szenteltünk, mégpedig azért, hogy ne destabilizálódjanak, és ne kelljen elhagyniuk az adott helyszínet. Ez Uganda kiszolgáltatott háztartásait, a Karamoja területet érinti, amelyre leginkább kihatott a szárazság. A projekt azt szolgálja, hogy az ellenállását az országnak és a gazdáknak ezen természeti katasztrófák ellen tudjuk erősíteni. Ezt észak-ugandai társadalmi intézkedési alapnak hoztuk, NUSAF 3, 4 millió dollár összegű támogatás, kifizetés, és 2010-11-nél láttuk, hogy nagyon komoly válság volt az El Niño következnében az időjárási következmények miatt, és megnéztük, hogy milyen országban tudunk együttműködni, és egy olyan rendszer alakítottunk ki, amely egy fajta kockázat finanszírozási rendszert tudjunk létrehozni, egy korai jelzőrendszert, vegetációs indexet és szatellit adatokat használtunk fel arra, hogy a bekövetkező aszályt előre tudjuk jelezni, és ezt pedig hozzá kapcsoltuk egy olyan mechanizmushoz, amely korai kifizetéseket tesz lehetővé, és ezáltal lehetővé válik az, hogy munkaigényes tevékenységeket el lehessen végezni. És igazából ez nagy változást eredményezett 25 ezer háztartás és 100 ezer ember életében, akik képesek voltak ezáltal a válságot valahogy úgy túlélni, hogy fenntarthatták a munkájukat, volt ennivalójuk, és nem kellett elhagyniuk az adott helyszínt. Ezzel a mechanizmus egy olyan valami, amit skálázni lehet, és szatellit adatokkal, vegetációs adatokkal, a finanszírozási mechanizmussal és a munkabiztosítással lehet ezt támogatni. Egy tényleg teljes kört felívelő tevékenység. Ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy a közösségek ne hagyják el az adott helyszínt szélsőséges esetekben, aszály esetén. A harmadik példa pedig ezt a fajta narratívát kívánja előmozdítani teljesen új szintre. Ez a projekt igazából program, az etióp tájra összpontosít. A területet extrém időjárás, élelmiszer bizonytalanság jellemezte az elmúlt évtizedekben. Ugyanakkor nagyon proaktív megközelítést is alkalmaztak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék ezt a kérdést. Itt látjuk a két képet egymás mellett, különböző időszakokban készült. Mit találtunk itt? Azt, hogy nagyon komoly beruházásokat eszközöltek a táj megőrzésében, a biodiverzitás megőrzésében, a táj helyreállításában, amely nagy mértékben hozzájárult a közösségek megélhetésének biztosításához és az életképességük stabilizálásához. Ezt egy olyan rendszeren keresztül biztosították, amikor fokozatos beruházásokkal tették lehetővé azt, hogy a program és a közösség a termelékenységüket tudták javítani, és ezáltal az élelmiszer biztonságot le tudták tudni a közösségeken belül, és felkészítették a különböző vízválasztó vagy víz kezelési terveket. Úgyhogy három generáció a fenntartható föld kezelési programban, három generáció vett részt, 2,5 millió kedvezményezett, és kohézív, átfogó kezdeményezésről van szó, és igazából egy olyan eredményorientált program, amely komoly bevonódást hozott országszinten, és megvizsgálta a különböző aspektusokat, biztosítván azt, hogy a gender kérdést is megfelelően visszatükrözik a program. Most már kormányzati programként fut,
és ezeket a programokat ellenállás, reziliencia építésére használjuk, ez kulcsfontosságú pillér, a szénkibocsátás csökkentését is próbálja népszerűsíteni, és ezáltal egyfajta mindenfél nyer megközelítést érünk el, és ugyanakkor pedig olyan intézményi folyamatok is belettek vezetve, amelyek segítik az éghajlatváltozás jelenállást és a zöld gazdasági fejlődést. Ezek a példák mutatják azt, hogy mi hogyan tudunk hatékonyan dolgozni ex ante annak biztosítására, hogy a közösségeknek lehetőségük legyen a szükségleteiket, a saját megélhetésüket, az megélhetési mintájukat biztosítani, és ex ante megoldásokkal biztosítani azt, hogy a saját tájukon tudják ezeket az igényeket betölteni különböző támogató intézkedésekkel és a készségek javításával. Most pedig szeretném megmutatni azt, hogy a következő generációs terv pontosan mit fog takarni. Ezt tavaly szeptemberben indítottuk el, és igazából egy olyan öt prioritásra épülő éghajlati üzleti terv, amelynek egyik alapja az élelmiszerbiztonság. Afrikában 210 millió ember él olyan területen, ahol az élelmiszerbiztonság nincs meg. Következő az a környezetvédelmi stabilitás, a kritikai erőforrások, amelyekre kihathat az éghajlatváltozás, és ezek is irányíthatják a hely elhagyására az adott embereket, és nagyon fontos a tiszta energia. A szab-szaharai Fekete Afrika 500 millió ember jelentős részének nincsen semmilyen fajta elektromos áramhoz hozzáférése. Ez kihat az oktatásukra, a megélhetésükre, a lehetőségeikre. És ahhoz, hogy a kontinenst segítsük arra, hogy nem csak hozzáférjenek az energiához, hanem tiszta energiához, ez rendkívül fontos a globális szénlábnyom, illetve a kibocsátás szintek csökkentése érdekében. És a negyedik terület pedig a reziliens és zöld városok területén aktív. Gyakran a városok kapják a vidéki területekről a bevándorlást, és tudjuk, hogy ezek a folyamatok a 400 milliót, 2,2 milliárdra fogják 2050-re emelni a lakosságot a városokban, Afrikában. Úgyhogy annak érdekében, hogy az ellenálló zöld városok létrejönnek, ezzel tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy a fiatalok és a városokba költözők tényleges tervezési, hosszú távú megoldással vannak figyelembe véve. És a legutolsó stratégiai irány az pedig az éghajlatváltozási szélsőséges eseményeket hogyan kezeljük. Még a legjobb szándékkal a Párizsi Egyezmény mindennel, hogy tudjuk, hogy a szélsőséges időjárás tovább folytatódik, és egyfajta felkészültséggel, intézményi szinten, tervezés és helyi szinten rendkívül fontos, hogy ezen keresztül tudjuk a különböző súlyos hatásokat mitigálni. Úgyhogy ezzel az öt stratégiai irányjal, amelyek alapvető kulcsfontosságú prioritások, ezek segítségével tudjuk biztosítani azt, hogy nem kell az adott területről, tájról elköltözni, nem fogja azt eredményezni, hogy debilitáló állapotba kerül a helyi lakosság, és vannak különböző fiskális rezilienciára és egyéb támogatási aspektusokra vonatkozó szempontok, amelyek mind-mind támogatják azt, hogy a területen belüli elköltözés nem kerül terítékre. És egy szélesebb körű megközelítést kell alkalmaznunk, befogadó, gender alapú megközelítést kell alkalmaznunk. Afrikában különösen fontos, hogy az adaptáció és a reziliencia meglegyen, biztosítva legyen, fokozva legyen, és ugyanakkor a modern, zöld és tiszta energia fogja segíteni azt, hogy új fejlesztési útvonalakra tud az afrikai kontinens lépni. Igazából én ennyit szerettem volna önökkel megosztani, és emiatt köszönöm is a figyelmüket.